Tiszteleteljé, szeretettel üdvözlök mindenkit, a mai beszélgetés címe Migrációs Paktum, a migráció egyetemes emberi jog, avagy kísérlet a fehér ember felszámolására. Azért gondoltam, hogy érdemes lenne talán egy kicsit, nem minthogyha nem érintettük volna, valami sokszor ezt a kérdéskört, ezzel a bizonyos migrációs paktummal foglalkozni, amelyet... Hát nem túl nagy többséggel, de végül is elfogadott az Európai Parlament. Persze a nem elfogadók jelentős tömege nagyon eltérő okokból utasította el ezt a bizonyos paktumot, majd ennek részletes kifejtésére mindjárt rátérnék. Szóval azért gondoltam, hogy érdemes lenne ezzel foglalkozni, mert. Végül is itt a zajló beszélgetéseink során akár uh, expressis verbis ezt bevalljuk, akár nem, de, de mindig a középpontban az a, hát uh, igen, egyszer uh, bőrleszkre, aztán valami sorstragédiára, Hasonlító helyzet áll, amelynek a lényege az, hogy, <coughs> hát igen, szóval, hogy minden emberi közösség elvész, amely ellenémi szinten képtelen arra, hogy elbeszélje a saját helyzetét és megbeszélje az ebből adódó teendőket. A helyzet elbeszéléséhez és a helyzet elbeszélése nyomán a helyzet. Változására irányuló tevékenységek megbeszéléséhez ugyanis egy közösen elfogadott nyelvre van szükség, egy olyan nyelvre, értelmezési keretre és fogalomkészletre, elbeszélési módra, ami lehetővé teszi a helyzetünk, az adott emberi közösség helyzetének elbeszélését és teendőinek megbeszélését ha ilyen közös nyelv nem áll rendelkezésre, akkor nem kell olyan nagyon meglepődni azon, hogy hát széthullik az adott emberi közösség. Ez egyébként nyilván a leginkább a emberiségnek nevezett, nem létezik ilyen, soha nem is volt, ma sincs, meg nem is lesz, nem is lehet, nem lehet olyan, hogy emberiség, mert csak nagy kultúrák vannak az emberiségnek nevezett metafora, annak a 8 milliárd 107 millió körül vagyunk. Most ennek a több mint 8 milliárd embernek az összlete, összessége, ahogy már említettem, a Wikipédián tényleg így van, hogy, a, hogy az emberek összességét, mert nincs olyan szó cík, hogy emberiség, hanem az ember van, hát az nyilván a részletes, és akkor van egy ilyen oldalvetett mondat, nagyjából a, a tagozatos, sok intellektuális szintjén, hogy, hogy, a, hogy az emberek összességét emberiségnek nevezzük, vagy valami ilyesféle. Bravo, ez intellektuálisan csúcsszintű definíció. Ebből is látszik, hogy a világ nem létező urai nem szeretnének a kérdéssel foglalkozni, hanem az emberiség kérdésével, mert akkor hát meg kellene indokolni, hogy egyáltalán miért és hogyan jött létre ez az egyébként hamis fogalom. Akkor lehetne emberiségről beszélni, de akkor meg azért nem lenne értelme, hogyha ha valóban egyetlen nagy kultúrába összpontosulna minden ember a világon, de ez valami rejtélyes ok miatt ez értelmezhetetlen. Tehát csak nagy kultúrák vannak, és minden emberi lény legvégső kulturális önazonosságának legvégső horizontját az adott kultúra határai jelölik ki, pont. Ennek következtében, szóval ezek a gyerekes ábrándozások és vagy nagyon is gonosz megfontolásból eredő cinikus törekvések, hogy hogy egyetemes értékek, és azzal aztán tényleg mindenki egyetért, hát tessék megpróbálni. Most például mondjuk, hát, ha egyetemes értékek vannak, akkor mondjuk Irán meg Izrael között, akkor most mi még, még sorolhatnám ezeket, akkor, akkor most ez, akkor mi van? Mondhatnánk, tehát vagy gyerekes, tényleg végtelenül gyerekes és persze veszélyes illúzió azt gondolni, hogy létezhet olyan, hogy emberiség, tehát egyetemes kultúra, hát nagy kultúra van, ha, ha persze egy nagy kultúra valóban, valóban képes arra, képes lenne arra, de ez matematikailag is képtelenség, hogy, hogy az összes embert a Földön ezen nagy kultúra legmélyebb rétegeinek, lelki-elkölcsi-szellemi rétegeivel való teljes azonosulásra. Nem is jó, hogy azonosulásra bírja, mert pont az a helyzet kellene, hogy nem, nem kell rábírni erre, az már régen rossz, ha erre rá kell bírni, hanem hogy teljes természetességgel érezze azt magának. De most írtelen, most nem tudom, miért eszembe jutott be biztos ismeritek ezt a témát, hogy vannak ezek a Nikobár szigetek az indiai óceánban, és ott létezik, hogy hogy, hogy tudnak létezni, ez örök titok marad, időnként hírek röppennek fel róluk, tehát létezik egy olyan emberi közösség, amely láthatólag a 20-40-50 ezer évvel ezelőtti körülmények között él, és soha nem sikerült velük kommunikálni. Mindenki, aki, hát főleg misszionáriusok, akik hát próbáltak velük szóba elegyedni, mindenkit lemészároltak, vagy, tehát ugye elég ideges természetűek, hát persze mondjuk meg tudom érteni, hogy a 40 ezer évvel ezelőtti körülmények között élnek, és megjelenik felettük egy helikopter, amiből mondjuk kiszállnak emberek, akkor hát nem biztos, hogy felhőtlen örömmel tölti el őket. Na, csak azért említem ezt, mert hogy, hogy e, hát ugye nekik is az volna a feladatuk, hogy ez, ezeket az egyetemes emberi értékeket, hát a missionáriusok ugye erre tettek kísérletet, hogy hogy oda menjenek és elmeséljék nekik ezeket az egyetemes emberi értékeket, ők azonban nyílzáporral válaszolnak mindenkire. Nyilván értéktelenek, már mint a globális tőke számára ezek a szigetek, akkor igen, nem léteznek. Ha értékesek volnának bármilyen szempontból, akkor már réges régen nem létezne ez a emberi közösség. Ezt most csak ezért hoztam fel, meg ki tudja, hogy az Amazon az talán még most is léteznek olyan törzsek, egy 200 fős kis emberi közösségek, akik mondjuk soha nem is találkoztak. ezzel a valamivel, ami egyetemes civilizáció, ugye a modern nyugat erre tett kísérlete, tűzzel, vassal kényszerítette rá az úgynevezett emberiséget, mint erre a modern nyugat. Hát most látjuk ennek, a, ennek az eredményét, látványos széthullása, ennek, a, ennek az egyetemes, egyébként bárki tett volna erre a kísérletet, ezzel végződött volna, de mivel a modern nyugat eleve egy parazita pusztító létszerveződési mód, így aztán hát még inkább biztosan lehetett venni az elmúlt évszázadokban is, hogy ennek ez lesz a vége, hogy pontosan mi lesz ez a vég, azt most még nem látjuk, csak csak hát bizonyos az idők jelei, hogy René Genon egyik, ugye, azt egyik könyvének ez a címe, az idők jelei, azért azok már megmutatkoznak. Na, tehát a, a Roberta Metzola asszony, az Európai Parlament elnökasszonya hihetetlen lelkes volt, mikor elfogadták ezt, és így fogadott, hogy történelmet írtunk, és Elrendeztük, ez, ez már tíz éve készülünk erre, ez a migrációs paktum, megtartottuk a szavunkat, egyensúlyt teremtettünk a szolidaritás és felelősségvállalási, így megint egyetemes értékek, ez az európai útpont. Diadalmas szavai mögött azonban valójában a teljes bukás húzódik meg, Éppen, hogy csak sikerült elfogadni ezt a paktumot, egyébként is a paktum ugye egyességet jelent, tehát, tehát ennek az egésznek kizárólag akkor volna értelme, hogyha ha, ha valóban teljes kompromisszumot sikerült volna elérni, de nincs miben kompromisszumot elérni, mert és most azért veszek egy nagy tehát csak hamis nyelv létezik. Az, hogy a mainstream, liberális, a többi, szóval ez a globalista, hogy az egy hamis beszéd, az, azt nem kell különösebben indokolni, de most leakítom a hangom, megpróbálok óvatosan. Szóval hamis beszéd a másik oldal is, tehát nincs, szóval nem tudjuk igazán elbeszélni, már mint a migráció elutasítás a, a, oltala, <laughs> kis tudom, szóval, annak, szóval nekünk, na, tehát az, ez a, igen, csak kerülgettem, de most azért csak kimondom, tehát a mi narratívánk sem igazán kóser, hogy abszolút, ö, ö, abszolút, ö, hát, hogy is törő legyek, zárója bezárva, és azért nem, ugy, ugyanazért nem, amiről már beszéltünk néhányszor, csak a gyerek szerint nem lehet elégszer beszélni erről, mert amit mi próbálunk elmondani, hogy ez a totál káosz, tehát most ami történik, az valójában az, hogy azt a, hogy a következő láthatóak teljesen ebben az irányba mennek a dolgok, ez a, ez a migrációs paktum is egyértelműen ezt mutatja, hogy a világot ténylegesen irányító erő hogy veszi rá, elsősorban nyilván az európai uralmi struktúrákat, az Európai Unió uralmi struktúráit arra, hogy felgyorsítsák az európai keresztény fehér ember egyébként is zajló történelmi felszámolását. Csak hogy az alapvető probléma, tehát a narratívákban meglévő alapvető probléma az, hogy azt helyesen ragadjuk meg, tehát azt a lényeget, hogy ezek az erők egyértelműen az európai keresztény fehér ember maradékának a felszámolását akarják. Ez egyébként az identitás háborújukon is látszik, ami ugye közvetlenül nem feltétlenül kapcsolódik a migrációhoz, bár ugye minden mindennel összefügg, hogy egészen közhelyesen fogalmazzak. Tehát ezek az erők, a család, Isten haza a család, tehát a legelemi emberi közösség, a család, a nemzet, és magának az európai keresztény fehér ember kultúrájának alapvető identitás pilléreinek a romba döntésével, ezek az erők az elmúlt évtizedben minden alkalommal, igen, látványosan, és persze még büszkék is, Lász Pride, büszkék is magukra, hogy, hogy látványosan felszámolják a legalapvető pilléreit az európai keresztény fehér emberről magával való azonosságának. Tehát olyan különösebben nem kell bizonygatni, hogy nyilván a migrációt is eszközként, fegyverként használják ennek a totál káosznak minden létező identitás, illetve minden rend, alapját képező identitás átélésnek a lerombolását, ez, ez tiszta sor. Ám a probléma az, tehát ebben nyilván igazunk van, csak a probléma az, amire nem lehet elégszer felhívni a figyelmet, és ez itt is jelentkezik, hogy a fehér ember, úgy szoktam fogalmazni, hogy az európai keresztény fehér ember maradéka, ahová azért mi is számítjuk talán nem alaptalanul magunkat, rosszul védekezik. Tehát abszolút joggal lépünk fel az ellen a vók, meg cancel culture, meg a Black Lives Matter, meg a, szóval mind az ellen, ami, ami egyszerűen legyilkolja a nem, nem európai Fehér keresztény kultúrához tartozóknak azok a csinált radikális mozgalmai, amelyek arra hivatkozva gyilkolnák le az összes fehér embert, hogy demer a gyarmatosítás és a elnyomás és kifosztás és egyebek. Ez egy hamis narratíva, abban az értelemben hamis, hogy azt egy teljesen elnagyolt, hamis beállításban úgy próbálja ábrázolni, hogy ezért most lakolnia kell a fehér embernek, tehát ezért kell kiírtani a fehér ember maradékát. És nyilván ebből a szemszögből, hiszen mi is ehhez, ehhez az európai keresztény fehér ember nagy kultúrájához tartozunk, elvetjük, szembeszállunk ezekkel a stratégiákkal, de azért azt el kellene beszélni, hogy az európai, magát európai keresztény fehér embernek gondoló, elsősorban nyugat-európai gyarmatosító nemzetek fiaiként iszonyatok. Szóval olyan, olyan iszonyatos embertelenségek tömegét követték el, szóval hülye volt, a gyarmatosító fehér ember, mert egy őt mozgató máig is megnevezhetetlen erős trómanként használta arra, hogy segítségével kifossza a világot. Ez a 16., 17., 18., még a 19. században is. Természetesen nyers katonai erővel zajlott, azóta sokkal kifinomultabb eszközökkel, és ez a bizonyos nem létező erő most eldobja a fehér embert, és ehhez az által a szétroncsolt, elmocskolt trikontinentális zónát, Latin Amerikát, Afrikát és Ázsia jelentős részén létrejövő globális törmelék kupacot, egyszer már megbüntettek ezért, hogy globális veszélyes hulladéknak neveztem, azt az embertömeget például Afrikában, két és fél milliárd, de lesz nagyobb Afrika népessége, a 21. század végén, és ez a többlet két és fél milliárd, tehát a jelenlegi másfél milliárdról megközelítőleg minden becslés szerint 4 milliárdra emelkedik Afrika lakóinak a száma, holott már ennek a másfél milliárdnak sincsen se termőföldje, se ivóvize, hát aztán mondjuk öntözése való víz, tehát ivóvíz sincs, de de nyilván az a víz sem, amivel a földművelés elemi szintje. Szóval csak enni meg inni nem tud majd ez a többlet, a már mai másfél milliárd sem. Hát akkor úgy nagyjából elképzelhetjük, hogy a 4 milliárd körülbelül hogy fog majd vitézkedni, se hogyan sem. Ha ez végbe megy, akkor annak a, erre biztos számíthat Európa, annak a töblet két és fél, a túlcsorduló demográfiai értelemben túlcsorduló több lett népesség, az a két és fél milliárd ember, az akkor már a jelenlegi, mondjuk már most is lassan 700 millió alatt van Európa népessége, akkor meg mondjuk 500 millió körül lesz, tehát fél milliárd, és két és fél milliárd ember fog csak Afrikából rázódulni erre az Európára, tehát, tehát a dolog nem, nem annyira vicces. valóban, valóban itt volna az ideje, egy migrációs paktumnak, pontosabban hát az értelmezésének, mint annak, ami történik. Most azt talán mondanom sem kell, hogy ez a migrációs paktum, ja, akkor még egyszer azért összefoglalva, bár jó néhányszor beszéltünk már erről, tehát a probléma az most is, hogy nekünk alapvetően igazunk van, mármint ennek a nem globalista, nem liberális oldalnak igaza van, de nem, nem tudjuk addig jól beszélni mindezt, amíg be nem valljuk, nem mi magyarok értelemszerűen, hanem, hanem elsősorban a nyugat-európai kereskedő, kalmár és bankár nemzetek fiai, hogy igen, elődeik nem a maiak, bár hát a maiak is részesednek mindenből, de elődeik eh, hihetetlen brutalitással zúzták szét ennek a trikontinentális zónának, Latin-Amerikának, Afrikának és hát, Dél-Ázsiának a társadalmait, és eh, az a tömeg most azért áramlik vissza, pontosabban azért vezeti vissza a világot ténylegesen irányító erő, eh, az európai keresztény fehér ember maradékának a, felszámolására, mert ez, a, ez ennek a brutális és végtelenül cinikus történelmi játszmának a lényege. Tehát, hogy akkor fegyverként használta a fehéremben a világ többi részének a kifosztására. Most az így kifosztott és demográfiailag túlcsorduló trikontinentális zóna globális veszélyes hulladékát tett népeit, nem ők tehetnek róla, ezt mindig el kell mondanunk, vezeti vissza pusztító fegyverként az európai keresztény fehér emberre. És ezt a narratívát értelemszerűen, ezt senki nem vállalja fel. Ért értem én persze, tehát ezt ma elmondani ebben a formában az Európai Parlamentben, de hát nem tűnik valószerűnek, noha, noha minden, de még a radikális ilyen népnemzeti, akár a mi hazánk is, tehát ezt nem fogják elmondani, hanem csak azt a részét, tehát a, tehát az a része elveszélhetetlen, mert ott uh, e, kellene tenni persze a, a magyar, a, a közép- és kelet-európai társadalmakban lévő nemzeti gondolkodás nem globalista és nem liberális narratíva, és hát a, 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 a globális meghatározó narratíva összeütközésében világosá kellene tenni, hogy hogy például a francia nemzeti mozgalmak, a Le Pen asszony, tehát ő sem meséli el, ő, ő, ő is csak arra hivatkozik, hogy de micsoda a szörnyű brutális atrocitásokat követnek el a Algériából származó iszlámisták, de az, hogy a francia társadalom évszázadokon keresztül dúskált azokban a javakban, amit Észak-Afrika kifosztásából, és dúskáma is az elitek jelentős része, és fosztja ki egyébként csak sokkal szofisztikáltabb módszerekkel Afrikában lévő, ma már szabad valaha a francia, meglévő francia gyarmatait. Hát ezt kellene elbeszélni, csak láthatólag, és ezért, ezért igazán elkeserítő ez a paktum, hogy az az oldal, tehát a nem globalista és nem liberális oldal, sem igazán érdekelt abban a nap. Szóval nincs senki, aki igazán úgymond érdekelt lenne, abban pedig a politikában érdek nélkül semmi nem működik, a valóságos történet elbeszélésébe. És így értelemszerűen, eh, hát nem, egyébként sem nagyon volna, persze, bármilyen kompromisszumra, paktumra lehetőség, de így, hogy kényszerűen a mi narratívánk sem, akkor óvatosabban fogalmazom, nem azt mondanám. Hogy alkalmatlan a mi narratívánk, mert, mert alapvetően alkalmas ennek a féltetlenül drámai lényegnek az elbeszélésére, csak nem teljes. Tehát nem, nem tudunk, merünk, akarunk mi sem azzal az elbeszélési móddal kilépni, amelyben a fehér emberként szembesülnénk azzal, hogy igen, az európai keresztény fehér ember egészen követett el iszonyatot a világ többi része ellen. Még, ez még akkor is igaz, hogyha nekünk nem csak hogy hasznunk nem volt belőle, hanem ezek a, ez a nyugati része az európai keresztény fehér embernek nagyjából máig ugyanúgy kifosztja ezt a kelet-európai és dél-európai perifériát. Hát, ezeket kellene elbeszélni, és elnézést megint a hevületességért, az indulat most mi tagadás elragadott kisét csak mindig elkeserítő azzal szembesülni, hogy amikor volna a lehetőség arra, hát igaz, hogy persze az Európai Parlamentben ez a lehetőség mindig csak formális és felszínes, de azért formálisan és felszínesen mégiscsak meg lett volna a lehetőség arra, hogy a valóságos narratíva hangozzék el, és ez valamilyen módon legalább megjelenhessen ebben a paktumban, ez persze a jelek szerint. Illúzió nem is jelent meg, tehát a, a csodálatos győzelmi jelentések ellenére az európai keresztény fehér ember újabb vereséget szenvedett ezzel a ezzel a paktummal. Erre persze lehet azt mondani, és kell is, nagyon helyesen, amit a magyar miniszterelnök meg külügyminiszter azonnal el is mondott, és nyilván így is lesz, hogy nem érdekel minket, hogy milyen döntés hozott az Európai Parlament. Ide akkor se jön senki, akit mi nem akarunk ide beengedni. Ami ebben a formájában nagyon helyes, csak ebből még nem jön létre automatikusan az a narratíva, ami alkalmas volna arra, hogy a világon mindenki számára érthetővé tegye azt, hogy az a káosz, ami ebből a migrációnak nevezett tömegpusztító fegyverrel véghez visznek, az mit is jelent az európai keresztény fehér ember maradéka számára. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.